Folytatódhat az áfa csökkentés. A következő lépés a tejföl és a túró adótartalmának mérséklése lehet. Csúszós, lefagyott útszakaszok, nehezen járhatóak, jégbordásak a mellékutak a megyében. Segítséget kérnek, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordul egy nyíregyházi taxitársaság vezetője, mert a januártól bevezetett online kassa zavarja a rádió frekvenciájukat. Az élelmiszerek áfa csökkentése egy folyamat része, amely a gazdaság teljesítő képességének függvényében tovább folytatódhat a jövőben, mondta el kérdésünkre a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nagy István szerint a következő lépés a tejföl és a túró adótartalmának mérséklése lehet. A kormány célja, hogy előbb-utóbb minden alapvető élelmiszer áfája az 5%-os kategóriába tartozzon. Vevők állnak sorban karácsony előtt a piac csarnok egyik húsboltjánál. Az élelmiszerek áfacsökkentési folyamata tavaly kezdődött a sertés tőkehús áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésével. Ennek hatására 20-30%-kal emelkedett a sertés hús fogyasztás. Az idén a friss tej, a tojás és a baromfi hús áfájának 5%-ra mérséklésével folytatódott a folyamat. Nagy István parlamenti államtitkár szerint a kormány a többi alapvető élelmiszer adótartalmát is mérsékelni a jövőben, ehhez azonban a gazdaság további erősödésére, teljesítő képességének növekedésére van szükség. Azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne a továbbiakat meglépni, és egy nagyon jó kezdeményezése volt a terméktanácsnak az, hogy a tejföl és a túró előállítás az mindig magyar tejből történik, tehát friss magyar tejből, és hogy annak a fogyasztás élénkítését is, és a piaci helyzetét is nagyban erősíteni, hogyha az áfacsökkentési folyamatba bekerülhetne. Ezt a Földművelési Minisztérium akceptálta, készülnek azok a tervek, hogy akkor, amikor az adó vitája lesznek a parlamentnek, akkor ezt a parlament elé terjesztjük, hogy kormány döntsön róla, és aztán a parlamenti folyamatban végig tudjuk vinni. Nagy István hozzátette, a szakmai szervezetek szerint szükség lenne a hal és a kenyérfélék áfa csökkentésére is. Gyakorlatilag, hogyha ezzel végig tudnánk érni a gazdaság teljesítőképességének megfelelően, akkor előbb-utóbb minden alapvető élelmiszerünk áfája 5%-os kategóriába tartozna, és akkor egy nagyon nagy segítséget tudnánk adni a magyar családoknak. Így is ezen áfa csökkentésekkel 35-40 ezer forinttal tudjuk segíteni a magyar családokat. És azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon komoly mennyiség, hiszen ha csirkehúsba számoljuk ki, akkor ez majdnem 35-40 kiló csirkemerről beszélhetünk. Az államtitkár közlése szerint a madárinfluenza miatt nem lesz hiány csirkehúsból a boltokban februárban, mivel a fertőzés csak a vízi szárnyasokat, azaz a kacsa, a liba és a pulyka állományokat érinti. A pecsenye csirkét és a broiler csirkét a zárt tartási mód miatt nem fenyegeti a madárinfluenza. Nehezen járhatóak, jégbordásak a mellékutak a megyében. Ezek az utak most igen balesetveszélyesek, hiszen a több centis hétvégi hó a 0-1 Celsius fok körüli értékek miatt olvadásnak indult. Eső esett rá, majd megfagyott. A következő napokban pedig akár mínusz 15 Celsius fokot is mérhetünk éjszakánként. A megdermedt latyak így tovább akadályozza a közlekedést. A megyebeli településeken közfoglalkoztatottak, városüzemeltető cégek és a közútkezelő is dolgozik a síktalanításon. Ez a 41-es főút még nyíregyházi Oros felé vezető szakasza. A nagyforgalmú utat szépen letakarították, azonban az útról letérők már nagyobb bajba is kerülhetnek. Csúszós a felülete többek között a Móra Ferenc utcának is, az itt közlekedőknek óvatosnak kell lenniük, akár gyalogosan, akár gépjárművel közlekednek. Sokan panaszkodnak, hogy a mellékutakat nem tisztították a hétvégi nagy hó, eső és fagy után. Elsősorban a fő- és tömegközlekedési útvonalak biztonságát kell szavatolnunk, illetve kerékpárutak, járnánk. Miután ez megtörténik, akkor tudunk átfordulni a mellékutakra, illetve a másodrendű utakra. Sajnos, mivel ott eddigre lefagyott, tehát körülbelül egy 3 óra alatt kell ezt elképzelni, ez a folyamat nagyon gyorsan lezajlott, így ott már a védekezés kevésbé hatékony, nem tudunk más tenni, mint újra és újra kivonulunk és sózunk, illetve tolunk, egészen addig még el nem kopik ez a jégréteg. Sajnos ez egy nagyon nehéz feladat, próbáljuk a jégbordákat lekaparni mindenhol, hogy legalább az autók ne akadjanak fent, hát a síktalanítás, illetve a teljes jégolvasztásra azért még várni kell sajnos.
Persze itt a Móra Ferenc utca és a Tujafa köz kereszteződésében a jegen és a havon is látszik, hogy a városüzemeltető, valamint az itt lakók is próbálják síktalanítani az útburkolatot, azonban így is akadnak elégedetlen lakosok. Régebben jellemző volt, hogy a buszmegállókba, a buszöblökbe, edényekbe fűrészporos sókeveréket raktak, szórták az utakat, külön hólapátoló embereket bíztak meg, hogy éjjelre, nappalra a havat takarítsák el, és most tulajdonképpen nem látunk, csak most, az utóbbi napokban látom azt, hogy mozgolódás van. Tegnap éppen a gyermekem elesett, a malomkertbe lakom, a kórházzal szemben. Katasztrófa, ami ott van, jégpáncél a járdákon. A közjárdákat a Nyírvévé takarítja Nyíregyházán, azonban az üzletek, társasházak és családi házak előtti járdákat már a tulajdonosoknak kell hó- és jégmentesíteniük. Ilyenkor azt javasoljuk, hogy valamilyen módon ezt feletet élesíteni kell, tehát akár fűrészporral, akár valamilyen hamuval, vagy éppen homokkal, tehát minél kisebb legyen a csúszásnak a veszélye. És a bírság mértéke is, hiszen aki nem takarítja az ingatlana előtti járdát, az büntetésre számíthat. Helyszínek kiszabható bírság az 50 000 forint maximális értéke. Ha valakivel szemben kezdünk az eljárást, akkor az 150 000 forint terjedő pénzbírsággal lehet sújtani, tehát komolyak a szankciók. Érdemes a járdákon és az utakon is óvatosan közlekedni, akkor is, ha a munkagépek dolgoznak az utakon. A sószórók gépjárművünket is beteríthetik, de akár baleset is történhet. Szombat este például Mária Pócs közelében egy gyalogost gázolt el egy hótoló munkagép. A rendőrség közleménye szerint a gyalogosan közlekedő nyírbogáti nő életveszélyes sérüléseket szenvedett. Emellett Napkor és Nagykáló között ráfutásos baleset történt szombaton a csúszós út miatt, Nyírtura külterületén pedig egy kamion sodródott árokba. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordul egy nyíregyházi taxitársaság vezetője, mert a januártól bevezetett online kassa zavarja a rádiófrekvenciájukat. A sofőrök nem örülnek az új évtől életbe lépett változásnak. Állításuk szerint a fuvarok idejét meghosszabbítja a kassa használata, és azt szeretnék, ha minél hamarabb eltörölnék. A taxisokon kívül további 9 tevékenységkörben is kötelező az online gépek üzemeltetése januártól. Ehhez hasonló online kasszákat szereltek be minden taxiba tavaly december 31-ig. A NAV előírása szerint január 1-től nekik is kötelező a gépek használata a taxaméter mellett. Bár 50 000 forintos támogatást kaptak a készülékek beszerzésére, a legolcsóbbak még így is közel 90 000 forintba kerültek. De nem csak a nem várt kiadás miatt nem örülnek az online kasszák használatának a sofőrök. Baleset veszélyes egyébként, mert pluszban nekünk le kell állni az autóval, ugye megállunk olyan helyen, ahol lehet buszmegállóba, meg ilyen helyeken, és akkor ott nem nagyon lehet ott átcsorogni, amellett, hogy az embernek el kell intézni a visszaadási pénzt, meg még pluszba kell nyomni a pénztárgépet és az online gépet. Meg még annyi, hogy ez egy 2-3 óra hosszát bír csak az akkumulátorja, és lemerül. Nem csak Dávid a Rudolfnak okozt problémát a hamar lemerülő kassa, Zatureczki Pál éppen azt mutatja, hogy az ő készüléke sem bírta sokáig egy feltöltéssel. Ez be se kapcsol. Pedig reggel 6 órakor vettem a töltőről, és most nem tudom hányan van, körülbelül 10, és már nem tudom meg se kapcsolni. A töltőt elég kell, hogy bányasszak. Szivargyújtón keresztül ugyan tudják tölteni a sofőrök az online kasszákat, ez viszont zavarja az URH rádió frekvenciáját, amiért egyébként fizetnek a taxisok a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak. Most megpróbáljuk azt, hogy zavarja a pénztárgépet a Hírközlési Hatóságnak jelezni, hogy ilyenkor mit lehet tenni. Ezt még a véleményüket kiszeretnénk majd kérni az ügybe, mert nehezebben tudjuk végezni a munkánkat. Hát az ügyben meg hát majd a szakszervezet, de hát ők is jelezték Pesten, hogy hát ezt az ő tudomásvételével alkották ki ezt a lehetőséget, vagy hogy legyen igenis pénztárgép. Igazából semmi értelme az egésznek, hogy mi azt várjuk, hogy egyszerűen megszüntessék az egészet. Az online kasszákat több taxis még csak a napokban kapta meg, így sokan sem szilveszterkor, sem pedig az új évben nem tudtak még eddig dolgozni. Az általunk megkérdezett sofőrök azt mondták, ennek az lehet az oka, hogy egyszerre rendeltek sok eszközt. Január 1-től a Nemzeti Adó és Vámhivatal 10 új tevékenységi körben vezette be az online kasszák használatát. Ez országos szinten mintegy 20 000 vállalkozást érint.
Előrébb jutott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a 2016-os évben, de a felzárkózás üteme elmaradt az ország többi részéhez képest, jelentette ki az MSZP megyei elnöke a párt évértékelő sajtófogadásán. Veres János szerint az elmúlt 20 évben ugyan javult az infrastruktúrális helyzet a térségben, de emellett sokkal több munkahelyre lenne szükség, illetve arra, hogy az itt élő fiatalok helyben találjanak lehetőséget a megélhetésre. Hozzátette, ezzel a helyzettel senki sem lehet elégedett, így 2017-ben az eddigieknél több gazdasági és munkalehetőséget kell teremteni. Az országban olyan jövedelemnövekedés, olyan gazdasági növekedés zajlik le, amelyből ha kimarad ez a megye, akkor az a bizonyos történelmi elmaradottságunk nem csökkenni fog, hanem növekedni fog a jövőben. Ma azt látjuk, hogy a mi nyugdíjasaink a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők a megyék sorrendjében. Mi megyénkben nagyon sok, nagyon nagy arányú, nagyon magas arányú a közfoglalkoztatottnak az arány, akiknek közismerten nagyon alacsony a jövedelme. Éppen ezért a munkából keresettel rendelkezőknek az átlag jövedelme nagyon alacsony Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az országban a legalacsonyabb ebben a megyében. 12 főzőcsapat mérte össze szórási, vágási és húsfeldolgozási ismereteit a 16. alkalommal megtartott nemzetközi böllérversenyen napkoron. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Győzelemmel tért haza a békési SSK otthonából a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen 88-79-re verték ellenfelüket. Visszavágott a Debrecennek eddigi egyetlen vereségéért a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyulani együttese az amatőr nemzeti bajnokság 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen 81-63-ra verte a szomszédvár csapatát. Tizenkét főzőcsapat mérte össze szúrási, vágási és húsfeldolgozási ismereteit a 16. alkalommal megtartott nemzetközi böllérversenyen szombaton napkoron. A rendezvényen szokás szerint a falusi disznótor hagyományait elevenítették fel. Készült hurka, kolbász, keresték a legfinomabb toroskáposztát és fogópálinkát, a közönség pedig meg is kóstolhatta a legfinomabb falatokat. Ugye a hentes kollégák késsel dolgoznak, a kés veszélyes eszköz, ezért ha visszük nekiek az italt, akkor jelezni kell. A hentesek kötelező munkavédelmi oktatását magyarázzák a böllérverseny Mária Pócsi standjánál, ahol hajnal óta jó hangulatban zajlott a finomságok készítése. A szakácsok és segédeik különös gonddal állították össze a hurka és kolbász megfelelő hozzávalóit és azok arányát, de jutott idő egy kis mulatozásra is. Volt olyan sátor is, ahol komolyabban vették a munkát, sültek a húsok és főzték a töltött káposztát. Darált húst ledarálták a fiúk, piros paprika, bors, egy kis só, egy kis kakukkfüvet tettem még hozzá, a rizs ugye, és akkor savanyított káposztalevélbe összetekertük, és akkor most fog bekerülni majd a lábosba. 12 csapat vágott disznót és készítette el a hagyományos falusi disznótor finomságait, közülük hárman Erdélyből érkeztek. A főzőversenyben csak azok a csapatok vehettek részt, akik mangalicát vágtak le. A csapatok azok már folyamatban van a disznó feldolgozása, illetve már van olyan része, ami a hagymásvér, a szalona, az már kóstoltatásra is kerül. A zsűri az folyamatosan járja körbe a csapatokat, és minden mozzanatot értékelnek. Értem ez alatt azt, hogy értékelik azt is, hogy a csapatnak a környezete hogy van kialakítva, esetleg a tájegységükre vonatkozó népművészetből mit vonultatnak fel, illetve ezen kívül már a fogópálink és a forradbor zsűrizése az már megtörtént, az ételek pedig folyamatosan vannak zsűrizve. A hideg és a havazás ellenére sokan látogattak ki napkorra, ők leginkább természetesen az ételekre voltak kíváncsiak. Évek óta mindig szeretnék eljönni, hát most sikerült, hála jó Istennek, egy picit rossz az idő, de még éppen most léptünk be, úgyhogy meglássuk itt a fejleményeket, meg a finomságokat, hogy mit tudunk fogyasztani. A véres úrkáért jöttünk ki, Nyíregyházára jöttünk. Csak ennyi. Mi napkorra jöttünk, helyi lakosok vagyunk. Úgyhogy hát minden évben ki szoktunk jönni, már nekünk ez megszokásunk, úgyhogy ezért. Meg kíváncsiak vagyunk a disznóvágás rejtelmére, fortaira, mi is szoktunk otthon disznót vágni házilag, úgyhogy meg szoktuk nézni mindig az újdonságokat, hogy éppen a kijövő csapatok éppen mivel rukkolnak elő valami újdonsággal.
A hivatalos megnyitón Nagy István a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, a disznó és a disznótor hozzátartozik a magyar emberhez. A középkori török hódítás alatt a disznón kívül nem tudtak húsfélét enni a magyarok. Ez egy nagyon régi folyamat, hiszen akkor, amikor a török megszállás volt, minden más húst elvittek, egyről a disznó maradt. Akkor szokott rá a magyar ember arra, hogy sertés húst kell fogyasztani, és gyakorlatilag annak köszönhetjük, annak a szegénységnek és nyomorúságnak, hogy szinte minden porcikáját földolgozzák. És mivel sokan vagyunk különfélék, ezért minden háznál másként teszik meg. Ettől ilyen sokszínű, ettől ilyen érdekes. A napkori böllérverseny délutáni programjában értékelték az elkészített ételeket, a csapatok munkáját, a jó hangulatról pedig könnyű zenei fellépők és néptánc együttesek gondoskodtak. Győzelemmel tért haza a békési SSK otthonából a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen 88-79-re verték ellenfelüket. A nyíregyháziak kedden 17 órai kezdett el a HEP Kupa negyeddöntőjében, a Hódmezővásárhelyt fogadják a Continental Arénában. Jól kezdett Békésen az év első meccsét játszó vendégcsapat, de az első negyed végén már 20-20 állt az eredményjelzőn. A második 10 percet 9 ponttal a hazaiak nyerték, sőt a nagyszünet után 10 pont fölé nőtt a különbség, a kékcápák azonban egy 9-0-ás szakasszal visszajöttek a mérkőzésbe. A negyedik negyedben átvette a vezetést a Nyíregyháza Blue Sharks, de a békésiek fordítani tudtak. Ekkor egy 12-0-ás rohanás produkált Siska János együttese, amire már nem volt válaszuk a házigazdáknak, így győzelemmel kezdték az évet a kékcápák. Nehéz mérkőzésünk volt, erre is számítottunk, hogy a Békés az előző fordulóban megverte ugye a hazai pályán a Tiszaújvárost, és tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Szerintem jobban tudtunk koncentrálni, és fizikailag erősebbek voltunk, és egy védekezés váltással tudtuk igazából felülkerekedni. Két különböző félidőt produkáltunk, az első félidőben nagyon nem ment a csapatnak, ott igazából Zemanigent, aki kimagaslott, ő az egész mérkőzésen dupla-dupla csinált megint. Czura Attila nagyon jó teljesítmény nyújtott, ugye, hogy a Busz Ivánnak a csuklója kicsit kiment, megsérült, ezért nem tudott játszani, és a Czura Attila irányított utána, de jól oldotta meg a feladatát. Fazekas Csabi nagyon jó teljesítmény nyújtott, de igazából csapatmunka volt, hogy mindenkinek gratulálok. A nyíregyházi csapatból 5-en dobtak legalább 10 pontot, köztük Czura Attila, aki 19 ponttal járult hozzá csapat a győzelméhez. Az elején nagyon nehéz volt, mivel tényleg a Békés szerintem extra napot fogott ki, utána összeszedtük magunkat, és igazából vitt tovább minket a lendület. Igazából ennyi volt, örültünk ennek a győzelemnek nagyon. A forduló további eredményei a következők: Mac 2 Óbudai Kaszások 103-81, Eger Miskolc 73-65, Debrecen Nagykőrös 121-42, Salgó Tarján Budapesti Honvéd 71-60 és Tiszaújváros Hódmezővásárhely 80-83. A tabella élén a Miskolc áll 9 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Hódmezővásárhelyt. A Nyíregyháza Blue Sharks 6 győzelemmel és 5 vereséggel a 6. helyen áll a táblázaton. A kékcápák kedden 17 órától a HEP Kupa negyed döntőjében a Hódmezővásárhelyt fogadják a Continental Arénában. Visszavágott a Debrecennek eddigi egyetlen vereségéért a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese az Amatőr Nemzeti Bajnokság 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen 81-63-ra verte a szomszédvár csapatát. Az NKS továbbra is vezeti a keleti csoport tabelláját. A szezon elején 2 pontos vereséget szenvedett Debrecenben a nyíregyházi kosársuli, amely azóta valamennyi meccsét megnyert a bajnokságban. A pénteki találkozón extra motivációval léptek pályára a hazaiak, akik egy 8-0-ás kezdéssel rögtön tudatosították ellenfelükkel, hogy csak egy eredményt tudnak elképzelni. Az első negyedet 9, a másodikat 14 ponttal nyerte az NKS, amivel gyakorlatilag el is döntötték a mérkőzést Farkasinszky Gyuláni tanítványai. A harmadik és negyedik negyed 3, illetve 2 ponttal a vendégek élet, de a hazai győzelem egy másodpercig sem forgott veszélyben. A csapat erejét mutatja, hogy azért betegségből jöttünk ki, sérülésekből, ápol, vagy
próbálunk kilábalni, tehát nem egyszerű, itt az utóbbi 2-3 hetünk azért arról szólt, hogy a sérülteket ápolgassuk, a betegeket próbáljuk meg meggyógyítani. Én úgy gondolom, hogy most a kispadra beszálló kadettjeink jól szálltak be a mérkőzésbe, pontokat tudtak dobni, sok esetben a védekezésben is ott voltak. Az egy más dolog, hogy ezt a kemény, agresszív védekezést, ezt a testestelen játékot nem minden esetben tudták még megoldani, de hozzáteszem, hogy még mi se sok esetben. El vagyunk talán kényelmesedve, hogy sajnos ugye ott a palánk alatt is kaptunk olyan fautokat, hogy alapvetően faut volt, de engedték a játékvezetők ezen a mai napon ezt, és ezt, ha jobban kellett ma alkalmazkodni, fogjuk gyakorolni, hogy ilyen szituációsa okozom nekünk gondot és problémát. Én úgy gondolom, hogy a lányok maximálisan megérdemlik a dicséretet. A mezőny legeredményesebb játékosa a 27 pontot szerző Papp Klaudia volt. Az irányító szerint győzelmük értékét növeli, hogy olyan ellenféllel szemben érték el, amely Vida Anna személyében egy volt válogatott játékos is pályára küldött. Erősödött valóban a játékuk, sokkal nagyobb ritmust vettek fel. Igazából szerintem nagyon jól éreztük magunkat a mérkőzésen, koncentráltan játszottunk, és ez meg is látszott az eredményen. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 11 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 9-2-es mutatóval álló Vasas Akadémiát. Az NKS a hétvégén a Sereghajtó Szolnok otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az élelmiszerek áfa csökkentése egy folyamat része, amely a gazdaság teljesítő képességének függvényében tovább folytatódhat a jövőben, mondta el kérdésünkre a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Nagy István szerint a következő lépés a tejföl és a túró adótartalmának mérséklése lehet. Nehezen járhatóak, hégbordásak a mellékutak a megyében. Ezek az utak most igen balesetveszélyesek, hiszen a több centis hétvégi hó a 0-1 Celsius fok körüli értékek miatt olvadásnak indult. Eső esett rá, majd megfagyott. A következő napokban pedig akár mínusz 15 Celsius fokot is mérhetünk éjszakánként. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordul egy nyíregyházi taxitársaság vezetője, mert a januártól bevezetett online kassa zavarja a rádiófrekvenciájukat. A sofőrök nem örülnek az új évtől életbe lépett változásnak. Állításuk szerint a fuvarok idejét meghosszabbítja a kassa használata, és azt szeretnék, ha minél hamarabb eltörölnék. A Kölcsei Televízió híradóját látták január 16-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is műsorainkért és további hírekért böngészék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap felhős szeles időre számíthatunk, a hazánktól délre örvénylő mediterrán ciklon nedvesebb, továbbra is hideg levegőt szállít fölénk. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, de megszűnik a köd, illetve a párásság. Csapadékra nem kell számítani. Az északi-északkeleti szél megélénkül, reggelre általában mínusz 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, legfeljebb rövid időszakokra süthet ki a nap, csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, hófúvás is kialakulhat, délutánra mínusz 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban folytatódik a fagyos idő, szerdától szárazabb levegő alakítja időjárásunkat, sok napsütésre számíthatunk, de péntektől egyre több felé tartósan megmarad az éjszaka képződő zúzmarás köd. A ködös területeken hószálingózás is előfordulhat, erős lesz az éjszakai lehűlés és napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet.